Szeretettel köszöntöm az irányvonal nézőit. Egy evangéliumi példázat tanulságáról szól a mai kérdésünk. Lukács evangélium a 19. fejezetében egy királyról olvasunk, aki elmegy és 10 szolgája között szétosztja a vagyonát, 10 gírát, egyes más fordításokban 10 mínát oszt szét, ez egy korabeli pénzmennyiség volt, hogy azok gazdálkodjanak vele, míg nem visszajön, és majd megnézi, hogy ki milyen kereskedő volt. Több ilyen példázata is van, vagy hasonló a Szentírásnak, amikor Isten, Jézus Krisztus bemutatása szerint rábíz valamit az emberre, és majd visszajön, és számot vet. Ebben a mína vagy gíra példázatban a kérdés az, amit itt tesz fel a hallgatónk, hogy miért van az, hogy akinek van adatik, akinek nincs attól, az is elvétetik, amilyen van, mondja a példázat végén Lukács evangélium a 19. fejezetének a 26. versében Jézus Krisztus. Hát ez olyan, mintha nem túl barátságos lenne attól, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Sőt, itt talán egy logikai bukfenc is van elsőre, hiszen ha nincs neki semmije, mit lehet tőle elvenni, amilyen van. De a példázat ezzel együtt egy nagyszerű és nagyon fontos tanítása Jézusnak. Ez az egy mína egyébként, amiből 10-et kaptak a szolgák, 3 havi bért jelent. A 3 havi bér 10-zel megszorozva ez bizony 2,5 esztendőnyi vagyon volt. Egyenként a 10 szolgára ennyit bízott a király, és azt is elárulja a példázatban Jézus Krisztus, hogy egyébként ezek a szolgák szívük szerint egyáltalán nem szerették a gazdájukat, ezért utána is üzentek, de végül is elsimultak a dolgok, a példázatot érdemes otthon is átgondolni, egyénileg elolvasni, hanem amikor megjön a gazda, akkor maga elé hívja a szolgákat, és megdicséri azt, aki 10 mínához másik 10-et gyűjtött, ahhoz azt is megdicséri, aki ha kevesebbet is gyűjtött, de valamit gyűjtött, és elmarasztalja azt, aki egy kendőbe csomagolva elásta a gazdája pénzét, majd pedig, mikor számadásra hívták, elővette, visszaadta, és azt mondta, hogy lám, belőlem akartál hasznot húzni, valóban egyébként megfeddi a királyt, a szolga, és azt mondja, hogy olyasmit kérsz tőlem számon, ami nem is volt a tiéd, hogy én neked hasznot termeljek. Szóval vitába száll a gazdájával, és kifejezi az elégedetlenségét. Egyértelmű a példázatnak az a tanulsága, hogy csak a megdolgoztatott pénz kamatozik, és az elrejtett pénz nem gyarapszik. Azonban a gazdasági tanulság mögött ott van az a lelki tanulság is, amire Jézus Krisztus utalt, hogy az az élet, amely kamatoztatva van, és a kamatoztatás itt nem földi sikert vagy ilyesmit jelent, hanem mindig szolgálatot, az az élet, amely kamatoztatva van, az az igazán boldog élet, az az igazán áldott élet, azt dicséri meg a gazda is a példázatban, és annak fogja odaadni a nem kamatoztató 10 mínáját is. Tehát amilyen van az elvétetik tőle, és annak adatik, akinek van. De vajon mit akart ezzel a mondattal Jézus kifejezni? Az életünket az Isten országa, vagy ahogy Jézus Krisztus gyakran mondta, hogy az ő példázata a mennyek országa törvényszerűségeiről szól, szóval egy önzetlen, szerető életként élve az életünket, valóban értékeket gyűjtünk össze. Az életünk úgy kamatozik, amikor olyan belső dolgokat próbálunk megélni, valósággá tenni, az emberi kapcsolatainktól kezdve saját magunk erőfeszítéseiben, amik vagy a jellemünket gyarapítják pozitív értelemben, gazdaggá tesznek minket, másutt a lélek gyümölcseként mondja, milyen szép az, amikor élet fakad egy emberből, és életet ad tovább, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, olvassuk Galata levél 5. fejezet 22. versében, és a felsorolás végig-végig az emberi jellem gazdagodásáról, kamatozásáról szól.
Nyilván, amikor kamatozik az emberi jellem, akkor egyébként a körülöttünk lévő emberek is a szeretet, a jóság, a türelem, a jóság, a mértékletesség, az önzetlenség által mind-mind kapnak, és ez az élet gazdagodik, és másokat gazdagít. Tehát a Jézus példázat nem a vagyonszerzésről szól, nem a karrierépítéséről szól, hanem arról szól, hogy Isten akkor tud örök életet bízni valakire, még többet, a legtöbbet, amikor valaki a földi rövid véges életében a kamatoztatás, a belső gazdagodás és mások gazdagítás életét élte. A még több adatik tehát az örök élet, és nyilván aki itt a földi életben a végessel nem tudott gazdálkodni, nem tudott mások javára is önmagát megszépítő módon jellemet fejleszteni Isten kegyelméből az ő segítségével, hiszen Istentől kapta ezeket az ajándékokat, az alapértékeket, az alapkincseket, arra hogyan tudna a gazda egyszer majd örök életet élni. Az elrejtett pénz tehát nem gyarapszik. Az elbújt élet, amikor az ember elrejti magát, és nem tanulja meg, mert ezt persze mindannyiunknak tanulniunk kell. Nem úgy van, hogy van, aki olyan társasági ember, és csak úgy osztja magát szét. Milyen szörnyű, ha ez öncélúvá válik. Milyen szörnyű, ha ez magamutogatást fed valójában, és lehet, hogy még magunk sem vagyunk tisztában vele, csak évtizedekkel később terül ki némi önismeret szerzés után. Szóval ezt mindannyiunknak tanulni kell. Ez nem arról szól, hogy melyikünk mennyire tud szeretni, mennyire szociális lény. Ez egy másfajta szeretet. Az az igazi építő és nem önépítő. Az az igazi másokat gazdagító. Az a veszélytelen szeretet, ami az Isten szeretetéből fakad, ami mások javára kamatozik. Jézus nem véletlen egy másik példázatában is ugyanígy visszatér. A Máté evangélium a 25. fejezetében olvasható király, amikor visszatér, ugyanígy kétfelé osztja az embereket, jobb és bal keze felől, juhokat és kecskéket. És a rakoncátlan kecskéket megfeddi, mert azt mondja Jézus, amikor éheztem, nem adtatok ennem, amikor szomjúztam, nem adtatok innom, amikor... És ezek az emberek azt kérdezik, hogy de hát mikor volt az, hogy mi tudtunk volna adni, gazdagítani, segíteni téged? Jézus azt mondja ugyanazt, amit pozitívan a jobb keze felől álló juhoknak is elmond, hogy amikor egyel megcselekedtétek a legkisebb atyám fei közül, amikor odafordulunk más emberekhez, amikor Istentől kapott életidőnket, képességeinket, javainkat, szellemi vagy materiális kincseinket, lehetőségeinket úgy használjuk fel, hogy az bennünket és másokat egyszerre gazdagítson, akkor a király azt mondja az ő bárányainak, hogy én velem cselekedtétek meg. Bármelyik ilyen királyi példázatról van tehát szó, a számadás, számonkérés, a felelősség tanítása benne van. Élni egy olyan életet, amitől mi magunk is békésebbek és boldogabbak leszünk. És nem elpazaroljuk, elpocsékoljuk, vagy elássuk az Istentől ránk bízott kincseket. Hogy Isten ne azt mondja, hogy add vissza, mert nem tudtál vele gazdálkodni. És odaadja másoknak, akik pedig az örök életre alkalmassá váltak, mert aki szeret, az csak hadd éljen minél hosszabban. Ez Isten terve és vágya a Biblia szerint. Egyszer majd ez egy örök életbe torkolik, hatalmas ígéret.